nézzük akkor a mai találkozót. Minden bizonnyal, hogy több olyan kolléga is van, aki majd rendre későbben kapcsolódik találkozónkhoz, vagy pedig akik technikai kérdések miatt később csatlakoznak, van, aki most utazik, stb. De úgy látom, hogy megvannak a feltételek ahhoz, hogy hivatalosan is, hivatalosan, formálisan is megkezdjük a mai találkozót, amely a Magyar Szórvány Napja november 15-e alkalmával megszervezett szórvány találkozó. Nyilván, ahogy ezt levélben is és a szervezés során megbeszéltük, nem lehetséges a mai körülmények között egy fizikai találkozó, egy szórványkonferencia. Vigyáznunk kell magunkra, és vigyáznunk kell egymásra, be kell tartani azokat az előírásokat, amelyek megengedik majd, hogy leküzdjük és véget vessünk ennek a járványnak. Úgyhogy virtuálisan találkozunk. A 10. alkalommal ünnepeljük a Magyar Szórvány Napját, november 15-e, Bethlen Gábor fejedelem születésnapja. Nagyon fontos, hogy nem csak mi ünnepeljük Bethlen Gábor fejedelmet, most a mai nap jelesül Marosvásárhelye, vagy Marosvásárhely központú lesz, hogyha szabad így fogalmazzak, a Bethlen Gábor fejedelem szobrának avatása kapcsán, de fontos nekünk is, akik a szórvány közösségekben élünk. Nem fogok hosszú bevezetőt megfogalmazni, de azért felsorolnám azt, hogy az elmúlt 10 esztendőben Déva, Brassó, Nagyenyed, Nagyszeben és Szászmegyes, Temesvár, Beszterce, Szamosújvár, Segesvár és Arad voltak a Magyar Szórvány Napjának a házigazdái, mindig természetesen az ügyvezető elnökséggel együttműködésben, és mindig hál' Istennek a székelyföldi megyék vezetőivel együtt, hiszen Kovászna és Hargita megyék az összetartozunk székely szórvány együttműködés keretén belül, mellettünk vannak, a szórvány mellett vannak. Én köszönetet szeretnék még mondani a megyéknek, a megyei szervezeteknek, az ügyvezető elnökségnek a mai két rendezvény megszervezésének kapcsán. Köszönetet mondok a székelyföldi megyéknek az összetartozunk együttműködés kapcsán, és azért, hogy együtt tudunk dolgozni, hiszen most mindennél fontosabb az, hogy ha picikét a múltba is tekintünk, de a jövőbe is tekintsünk ezen a mai november 15-én. A közeljövőbe, mert 3 hét múlva egy nagy megpróbáltatást kell sikeresen venni, és a hosszabb távú jövőbe, hiszen az a mi munkánk, hogy jövőt építsünk. Én mindenkinek még egyszer köszönetet mondok, Isten hozott erre a találkozóra, és a program szerint, amelyet mindenki megkapott, most nagy tisztelettel fordulok Kelemen Hunor szövetségi elnök úr felé, aki Kolozsváron az ügyvezető vagy a szövetségi elnökségről kapcsolódik be a találkozónkba, és megkérném szépen szövetségi elnök urat, hogy szóljon hozzánk, és mondja el szórványnapi ünnepi gondolatait és üzenetét. Jó napot kívánok! Én is mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök, és hogy mennyire leszek ünnepi, azt ebben a pillanatban nem tudom megígérni, nem tudom megmondani, mert végül is ez egy ünnepnap, a szórvány napja, de minden egyes nap a szórvány napja, minden egyes nap a magyar emberek napja. A november 15-e az többnyire arról szokott szólni, hogy találkozunk és elvégezzük a számvetést, elvégezzük a következő időszakra a tervezést, és megnézzük, hogy milyen állapotban vannak a szórvány közösségeink, és természetesen ünnepelni is szoktunk. Ez az idei esztendő sok szempontból más, mert itt van a világjárvány, és ez a találkozó az online térben született meg, és valósul meg, de köszönöm szépen Winkler Gyulának, köszönöm szépen mindannyiatoknak, hogy ilyen körülmények között is a szórvány napját megtartjuk, és nem tesszük zárójelbe, nem ugrunk át rajta, sajnos nem lehet fizikailag találkozni. Ez a mostani időszak egy picit jelzi, előrejelzi azt is, hogy milyen idők várnak ránk, mert ezzel a járvánnyal ugyan meg fogunk tudni küzdeni, de velünk marad a betegség, meg kell tanulnunk együtt élni vele, meg kell tanulnunk vigyázni egymásra,
de azt nem fogadhatjuk el, hogy a szabadságunkat felszámolja, nem fogadhatjuk el, hogy azokat az értékeket, amelyek az embert szabaddá teszik, és a szabadságát adják, azokat feladjuk. Igen, ez most egy ilyen esztendő. Hosszú év van mögöttünk, és tulajdonképpen még egy nagy megpróbáltatás előtt állunk. Ez a szórványközösségek számára is fontos, mindannyiunk számára fontos, de van egy választás mögöttünk, és 2020 ilyen szempontból megint csak egy különleges év, hisz választások vannak, és tetszik vagy nem tetszik, a mi nemzeti közösségünk az egy politikai közösség is egyben, és egy politikai közösségnek a választások mindig kihívást jelentenek. Az önkormányzati választás megmutatta sajnos azokat a sérülékeny pontjainkat, amelyeket ismertünk, és a szórvány megyék ilyen tekintetben a leginkább érezték azt, hogy nehéz körülmények között, a megváltozott körülmények között a képviselet, a közösségi érdekképviseletnek a biztosítása az milyen nehéz, és erről még mindig nem beszéltünk eleget. Igen, ma van Bethlen Gábornak a 440. születésnapja, ez egyben azt is jelenti, hogy ma Marosvásárhelyen egy egész alakos Bethlen Gábor szobrot avatunk. Ha szabad így fogalmazni, akkor szűk családi körben, mert nem lehet nagy rendezvényt szervezni, és a mi kis politikai közösségünk néhány tagja fog részt venni, de közvetítjük a televízióban és online térben is, ezért remélem, hogy nagyon sokan fogják követni. Mégiscsak azért ebben a nehéz esztendőben van egy ilyen öröm is, hogy Marosvásárhelyen egy Bethlen Gábor, egész alakos Bethlen Gábor szobrot föl lehet avatni. És ez miért fontos? Azért, mert arról a fejedelemről van szó, arról az államférfiről van szó, akinek a politikai öröksége az a 21. században is igaz, érvényes, és nem írta fölül az idő, nem írta fölül a sok-sok változás, amelyet a századok során ez a térség és benne mi magunk is megéltünk. És akkor, amikor Bethlen Gábor születésnapján beszélünk a kihívásokról, beszélünk a mi közösségeinkről, akkor ezt az örökséget is jó számba venni, jó emlékezni rá, és jó határozottan kimondani, hogy igen, a cselekvő embernek az öröksége ez. Annak az embernek, aki mindig azon az állásponton volt, hogy meg kell tenni azt, amit egy adott pillanatban egy közösségi vezető, egy közösség megtehet. Mit tehetünk mi meg most? Egyrészt az, hogy az identitásunk megőrzésének, megerősítésének a kereteit megteremtve, azokat tartalommal megtöltjük, újra és újra megerősítjük, hogyha szükséges, akkor bővítjük. Ez a szórvány közösségek számára az egyik nagy kihívás, és azt gondolom, hogy itt az elmúlt esztendőkben, az elmúlt évtizedekben akár jó munkát végeztünk, még akkor is, hogyha ez nem egy teljes eredmény, siker, de mindenhol, ahol lehetőséget tudtunk teremteni, az iskolai rendszerünket, az oktatási intézményeket megerősítettük, hisz az identitás megőrzésének szórványban is, szórványon kívül is egy számbeli kisebbségben élő nemzeti közösség esetében a legfontosabb intézményeiről beszélünk, az oktatási intézményekről. Igen, viszont ez nem elegendő. Ehhez mindig még valamit hozzá kell tenni a közösségépítésben, és akkor visszatérünk ahhoz a kérdéshez, amiről az imént próbáltam néhány gondolatot megfogalmazni. Az önkormányzati választásokon azt láttuk, hogy nagyon sok helyen veszítettünk. Azt is láttuk, hogy ott, ahol jó stratégiát választottunk a demográfiai okok miatt szövetségre léptünk másokkal, az ebben az esztendőben sikeres volt. Ott, ahol elkentük, ott, ahol az évek során elhanyagoltuk a közösséggel való mindennapi foglalkozást, azt tapasztaltuk, hogy az a néhány tucat szavazat hiányzott, amelyel az 5%-os küszöb eléréséhez nekünk el lehetett volna jutni. Ezeket a konklúziókat is meg kell tudni fogalmazni, anélkül, hogy ünneprontó lennék, azért azt is figyelmetekbe, mindannyiunk figyelmébe ajánlom, hogy
nézzük meg, mert nem egyetlen egy oka volt a kudarcoknak, több oka volt a kudarcnak, lehet, hogy egy-egy területen más-más oka volt, de hogyha őszintén nem nézünk szembe ezzel, akkor a korrekciókat elvégezni nehéz lesz, szinte lehetetlen lesz. Szóval nem ma kell feltétlenül elvégezni ezt a munkát, de ne halogassuk, ne seperjük a szőnyeg alá, mert gyorsan telnek a hónapok, gyorsan telnek az évek, és észre se vesszük, ismét önkormányzati választások előtt fog állni a közösségünk, és nekünk addig el kell végeznünk a korrekciókat. Ott, ahol csak néhány szavazat hiányzott egy-egy mandátumhoz, ahol csak néhány tucat szavazat hiányzott az 5%-os küszöb eléréséhez, ott nehezen tudom elfogadni, hogy nem lenne tartalék, hogy nem lenne annyi erőnk, hogy ezeket a tartalékokat megmozgassuk, hogyha valóban teljes nyitással, empátiával és minden tapasztalatot, tudást felhasználva erre koncentrálunk. Előttünk áll egy másik nagy választás, a parlamenti választás december 6-án, még nehezebb körülmények között. Azt is kell látni, hogy semmivel sem könnyebb a december 6-i választás, mint volt a szeptemberi. Ugyanis azóta súlyosbodott a járványügyi helyzet, több napi esetszámmal kell szembesülnie egy-egy közösségnek, az egészségügyi rendszernek, a családoknak, az egyéneknek, és ez a következő időszakban nem valószínű, hogy lényegesen meg fog változni, vagy legalábbis nem fog lényegesen javulni. Ezért a kampány módszereit, eszközeit is most tanuljuk, most próbáljuk begyakorolni, próbálunk eljutni a médián, az online téren keresztül minél több választópolgárunkhoz, minél több magyar emberhez, és próbáljuk a választások tétjét felmutatni, mert ezeknek a választásoknak a tétje óriási. Ez már nem csak egy-egy településről szól, nem egy megyéről szól. Én készséggel elismerem, hogy az önkormányzati eredményeink esetében a haszonelvű szavazat leadás is az egyik ok lehet, azért, mert vannak, akik úgy gondolják, hogy az esélyes jelöltre szavaznak, nem akarják a szavazatukat elpocsékolni, és idézőjelben, és ezért megtörténhet, hogy az a néhány tucat szavazat, mivel nem tudtuk a tétet felmutatni a szórványban, az önkormányzati választáson, ilyen okok miatt veszhetett el. Igen, a választó az önkormányzati választáson, magyar választó, román választó a saját települését látja, és maximum a megyét, amelyben él, hisz csak ott szavazhat. A parlamenti választáson a tét az közösségi tét, az országos tét, az minden egyes magyar emberről szól. És ott már a haszonelvű szavazat az azt jelenti, hogy minden szavazatot hasznosan a szövetségre kell leadni, le lehet adni, mert abból mandátum lesz, nem vész el. Tehát ott a tétet országos tétté kell emelni, ahol a szórványközösségek számára is van egy tétje ennek a választásnak, mert a parlamenti jelenlétünk, a parlamenti frakcióknak az ereje adja meg azt a lehetőséget, mozgásteret, nyitja ki azokat a lehetőségeket, amelyekkel a következő években tudunk a közösség érdekébe cselekedni. Tehát most egy közösségi tétről beszélünk, nem egy kis helyi tétről, egy országos tétről, egy erdélyi magyar, ha szabad így fogalmazni, akár egy kárpát-medencei magyar tétről is beszélhetünk, mert az, hogy mi hogyan szerepelünk egy választáson, milyen eredményeink vannak, az mindig kihatással van a többi közösségre is, hisz a Kárpát-medencében, Magyarország határain kívül mi vagyunk a legnagyobb közösség. Ezért ennek a választásnak a tétjét szerintem könnyen meg lehet fogalmazni, viszont a körülmények nem jók, nem föltétlenül szerencsések. Ugyanis az emberek dühösek. Én is dühös vagyok, én is haragszom azért, amiért az iskolákat bezárják, azért, amiért rosszkor hoznak rossz intézkedéseket, azért, amiért nem létezik eléggé transzparens módon egy-egy döntésnek a háttere, elmagyarázva nincsenek érvek, úgy tűnik időnként, hogy a transzparencia teljes hiánya jellemzi a kormányzati döntéseket. Mi is mindannyian dühösek vagyunk, de erre a mostani helyzetre nem az a jó válasz, hogy dacolunk és akkor nem megyünk el szavazni, hanem az egyetlen jó válasz az, hogy igen, még azért is megmutatjuk,
hogy tudjuk, hogy kire akarjuk bízni a közösség ügyeinek az intézését, a közügyek intézését, hogy egy erős erdélyi magyar képviseletet akarunk, és hogy azáltal, hogy elmegyünk szavazni, véget vetünk ennek a káosznak, amely már 8 esztendeje tart, és amelynek a következményei drámaiak, akármilyen perspektívából nézzük, és akár honnan közelítünk hozzá. Nem lehet 8 év alatt 10 kormánnyal, mint ahogy nem lehet néhány év alatt 8 kórház vezetővel hatékonyan jól működtetni egy országot vagy egy kórházat, és itt a tegnap esti tragédiára utalok, és nagy-nagy részvéttel, őszinte részvéttel az áldozatok iránt. Tehát a káosznak kell véget vetni, a rendetlenségnek kell véget vetni, rendre van szükség, arra van szükség, hogy kiszámíthatóan történjenek a dolgok, hogy helyükre kerüljenek a dolgok. Ez a politikának a szerepe, hogy a dolgokat a helyére tegye, a kisebbségi politikának az a szerepe, hogy a mi dolgainkat a helyére tegye. És ezért a jó válasz, akármilyen dühösek vagyunk, akármilyen mérgesek vagyunk, az az, hogy fölmutatjuk az erőnket, a közösség erejét, és ezt a tétet kell tudnunk megfogalmazni. Megteremtettük évekkel ezelőtt már a tömb és a szorvány közötti szolidaritást, erre szükség volt és erre szükség van. Ennek megvan a megyei, vagy a megyei önkormányzatokon keresztül a helyi közösségek közötti szolidaritás is, hisz Kovászna megye, Hargita megye évek óta, most már évtizede, hogy működteti a szorvány-tömb kapcsolatot, de megteremtettük ezt országos politikai parlamenti szinten is, amikor először egy brassói szorványból származó kollégát, Markó Attilát indítottunk képviselőnek egy biztos befutó helyen, háromszéken. Aztán ezt követte egy hargitai befutóhelyen Benedek Zakariás indítása, és utána ezt alapszabályzatba is foglaltuk, hogy mindig biztosítunk egy befutó helyet a parlamentben a szorványközösségek számára. Ezt most ismét Kovászna megye vállalja, és köszönet érte. Azért is van erre szükség, mert a szorványban leadott szavazatok mindig hozzájárulnak ahhoz, hogy tömbben is, Vegyesvidéken is egy-egy csonka mandátum kiegészüljön, és teljes mandátum legyen belőle. A szorványban leadott sok ezer szavazat hozzájárul ahhoz, hogy arányos képviseletünk legyen. És ezekből a szavazatokból ugyan mindig magyar mandátum lesz, de nem mindig abban a megyében, ahol leadták őket. Ezért úgy próbáltuk ezt a dolgot egyensúlyba hozni, hogy időről időre egy-egy szorvány közösségnek biztos befutó helyet a tömbvidéken biztosítunk, éppen azért, hogy legyen egy ember, aki a parlamentben képviseli ezeknek a közösségeknek az érdekeit, a parlamenti eszközökkel, a parlamenti lehetőségekkel odafigyel, megoldásokat keres, megoldásokat talál, együtt természetesen a frakció többi tagjával a szorvány közösségek képviseletére. Tehát ezt a szolidaritást nem csak megteremtettük, hanem megerősítettük, és ezen az úton haladunk tovább. Másrészt megteremtettük azt, amit a magyar emberek mindig vártak, nem először teremtettük meg, a magyar összefogást a parlamenti választásokra, hisz itt van valóban szükség az együttműködésre. Az önkormányzatokon versenyzünk, különösen a tömbben, ahol ez nem okoz különösebben nagy problémát, tragédiát, mert a magyar képviseletet nem veszélyezteti, de az összefogásnak az ideje, az együttműködésnek az ideje az a parlamenti választásokon van. Ennek ugye volt egy kísérlete 2008-ban, akkor nem tudtunk megegyezni, 2009-ben már megegyezett Markó Tőkéssel, aztán következett 2014, meg 2016, amikor a Magyar Polgári Párttal egyeztünk meg. A 2020-as együttműködés teljesebb, hisz most már a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt egy-egy képviselőjének biztosítunk befutó helyet az RMDSZ listáin, és ez megint csak a belső, immár, ha szabad így fogalmazni, a politikai szolidaritást, a belső közösségen belüli szolidaritást erősíti. Tehát megteremtettük annak a feltételeit, hogy a magyar emberek összefoghassanak, mert a mi összefogásunk az csak az első lépés, az, hogy a politikusok összefognak, az a példa érték, kell, hogy bírjon, de ha ezt nem követi a közösségi összefogás,
akkor nem lesz ebből gáliszkő, ahogy szokták mondani. Tehát december 6-án azt várjuk, azt kérjük, hogy ezt az összefogást, amelyet a közösség kért tőlünk éveken, évtizedeken keresztül, a mi magyar közösségünk, azt erősítse meg a szavazataival december 6-án. És akkor túl tudunk lépni, túl tudunk jutni, át tudunk ugrani, meg tudjuk haladni a kis hitűséget, meg tudjuk haladni a demográfiából adódó problémákat, egy csomó mindenen túl tudunk jutni, és a következő évekre egy erős képviselettel, bízván abba, hogy a kormányzati eszközt is tudjuk használni a választások után, akkor a közös érdekeinket, és azon túl pedig a specifikus érdekeket Szorványban, Vegyesvidéken, Tömbben képviselni tudjuk. Ez a nagy kihívás ma a Szorványnak, a többihez mindig megtaláltuk az eszközöket. Hogyha a politikai képviselet erős volt, hogyha a közösségi támogatás megvolt, akkor a többi problémához mindig megtaláltuk a megoldásokat, bármilyen típusú megoldása volt szükség, és meg fogjuk tenni ezt ezután is. Fogjuk tudni erősíteni az iskolákat, az iskola utáni oktatásnak megteremtettük a feltételeit, amit most a járványügyi helyzet egy picit elakasztott, de reméljük, hogy folytatható lesz belátható időn belül. A román költségvetésből is az after school-ra és különböző eddig nem támogatott oktatási formákra, részfeladatokra állami támogatást tudtunk szerezni, még akkor is, hogyha ezt a kormány 2021-es, 22-es tanévre nyomta el, de a mi kezdeményezésünkre születtek meg ezek a törvények, tehát igyekeztünk és igyekszünk megteremteni a feltételeit annak, hogy az identitás megőrzése az lehetséges legyen. Természetesen rengeteg olyan kérdésről kell és lehet beszélni, amiről nekem most ebben a rövid beköszöntőben nem volt lehetőségem. Nem biztos, hogy túlságosan ünnepire sikerült. Az az igazság, hogy Bethlen Gábor születésnapján kívül, azon túl, hogy egészségben vagyunk, kevés dolgot lehet ma ünnepelni ilyen nehéz helyzetben, ilyen körülmények között, viszont igen, a tervezés maga, a számvetés és a tervezés az együtt lehet egy kiemelkedő nap, a 365 nap közül egy olyan kiemelkedő nap, ami megerősít bennünket, a közös felelősségünkre fölhívja a figyelmet és a cselekvésnek a szükségességére, arra, hogy tegyünk meg mindent, amit lehet, még akkor is, hogyha nem mindig lehet megtenni mindent, de minden körülmények között, amit meg lehet tenni, azt nekünk kell megtenni, más helyettünk ezt a munkát nem fogja elvégezni, nincs ahogy elvégezze, nincs szándékában, nincs ilyen akarata, és nincs benne a szükséges nyitás, alázat és szeretet. Tehát ez ránk marad, rajtunk múlik. Nem fogjuk tudni a járványt megváltoztatni, a vírust nem fogjuk tudni kiiktatni pillanatok alatt az életünkből, ezek a dolgok nem rajtunk múlnak. De ami rajtunk múlik, azt nekünk kell megtenni. És az, hogy milyen közösségi képviseletünk lesz, az rajtunk múlik. A Szorvány megyéken is múlik, a Szorvány közösségeken is múlik, és erre a szolidaritásra, erre a felelősségre hívnám én fel a figyelmet ma november 15-én. Köszönöm szépen mindannyiatoknak, hogy itt vagytok, és kíváncsian várom, hallgatom a véleményeteket ezen a mai beszélgetésen. Nem biztos, hogy végig itt tudok maradni, mert át kell utaznom még Marosvásárhelyre, de egy ideig biztos, hogy itt leszek, és hallgatlak benneteket. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, szövetségi elnök úr, nagyon fontos kulcsszavakat választottál, összetartozunk, szolidaritás, felelősség, valóban ezek a kulcsszavak, és utaltál gondolataid között az LMDSZ döntésére is, amely szerint egy parlamenti képviselő mindig bejutó helyet kap a székelyföldi megyék valamelyikében, hogy a Szorvány érdekeit képviselje Románia parlamentjében. Ez a parlamenti képviselő az elmúlt 4 évben Benedek Zakariás volt, és minden bizonnyal, hogy a háromszéki listán való szereplés azt jelenti, hogy a következő 4 évben ő folytatni fogja ezt a képviseleti munkát. Benedek Zakariás itt van velünk most, és átadom neki a szót. Parancsolj! Köszönöm a szót! Tisztelt szövetségi elnök úr, kollégák, barátaim!
Ha egyfajta definíciót kellene használnom, akkor azt mondanám, hogy a szorvány az a közösség, amely a saját erőforrásait felhasználva nem tudja megőrizni identitását. Ez a meghatározás magába hordozza az összefogást, a Székely Szorvány program lényegét is, a külső segítséget nyújtott. Az Összetartozunk Székely Szorvány partnerségi program kétségtelenül erős közösségépítő és identitás erősítő jelleggel bír. Az elkövetkezőkben viszont még nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a fiatalok, az ifjúsági szervezetek bekapcsolására, hiszen ők jelentik a jövőt, és ha megértik, megérzik, hogy ennek a programnak értelme, haszna van, akkor ők maguk biztosítják a folytonosságot az összefogásra és a partnerségre. Úgy vélem roppant hasznos, de nem elégséges csupán a kulturális értékcserére fókuszálni, hanem érdemes egyre nagyobb hangsúlyt fektetni a tudástranszferre, a személyes kapcsolatok további erősítésére is. Magyarságtudat erősítő részvényekre nyilván mindenképpen szükség van a szorványba. S habár a program nem oldja meg az alapvető közösségi gondjainkat, irányt és értékeket mutat, mutathat, lelkesít, erősíti, és azért van nagy szükség rá ott, ahol sajnos a szószoros értelmében a létaték. Ebben az esetben Székelyföld, a tömbvidék az erősebb. Ismételten köszönjük a segítséget, a mi feladatunk pedig ápolni ezt a kapcsolatot, és közösen kell dolgoznunk azon, hogy tovább folytathassuk azt, amit elkezdtünk. Örömömre szolgált az utóbbi 4 évben megtapasztalnom, hogy még szólnak a harangok a magyar lakta falvakban, mint Marosújváron, Miklóslakán, Csombordon, Cegőtelkén, Kékesújfalun, Magyardécsében, Kükülőalmáson is még folytathatnám, és még vannak itt tenni akaró lelkes fiatalok, és felismerték, hogy csak jó munkával lehet jövőt teremteni. Nem szabad azt se figyelmen kívül hagynunk, hogy azt a sajátos tény sem, hogy a magyarság fogyása itt a szorványban legintenzívebb. De hiszem, hogy ennek ellenére is az itt élő magyar közösség életképes, vannak elképzelései, vannak céljai, és mindenek előtt van és lesz jövője. Az utóbbi napokban többször megkérdezték tőlem, hogy miért kell ünnepelni a magyar szorványt. Hát tisztelt kollégák, igen, meg kell ünnepelni azokat a magyarokat, akik nagy kisebbségben is képesek megmaradni, képesek élni, hinni, dolgozni, és mindezt magyarként. Meg kell ünnepelni a szorványban élő magyarokat, hisz mi alkotó elemei vagyunk nemzetünknek. Igen, hiszem és tudom, hogy alkotó elemei vagyunk nemzetünknek. Mi vagyunk azok, akiken keresztül elindulhat egy valós kommunikáció a többséggel, hisz mi közöttük élünk, megismertük, sőt, mi több, kiismertük őket. Itt a szorványban mi is a választásokra készülünk, azért dolgozunk, hogy minél több emberhez jusson el az RMDS választási programja, minél többen bízzanak bennünk, és nem utolsó sorban minél többen menjenek el szavazni, és szavazzanak az RMDS jelöltjére. Itt és most meg akarom köszönni az RMDS vezetőségének, hogy esélyt adtak a képviseletre. Meg szeretném köszönni az elmúlt 4 évet az udvarhelyszéki RMDS-nek, akik bevállaltak. Ugyanakkor köszönet a Kovászna megyeieknek is azért, hogy ők bevállalták a következő mandátumra a szorvány képviselő jelöltjét. De köszönet a szorvány megyéknek a támogatást, amit a második mandátum megpályázására kaptam. Tisztelt online-ba összegyűltek! Hiszem, hogy az, aki a szorványt képviseli, nem csak ismerni kell a mi gondjainkat, hanem itt is kell éljen szorványban, azért, hogy minket képviselni tudjon. Az önök támogatása kötelez, és ígérem, ha mandátumhoz jutok, dolgozni fogok úgy a szorványért, mint a Kovászna megyei érdekekért is. December 6-án mozgósítsunk, mutassunk erőt, összetartást, ahhoz, hogy továbbra is legyen érdekképviseletünk a román parlamentben. Hiszem és bízom egy erős képviseletben. Ehhez kívánok sok erőt, egészséget, kitartást, és vigyázzunk magunkra és családjainkra. Továbbá kívánok eredményes tanácskozást. Köszönöm szépen, meghallgattak. Köszönöm szépen, Benedek Zakariás képviselő úr, a szorványnak a parlamenti képviselője. Tisztelt kollégák, 50-en vagyunk jelen pillanatban itt a virtuális vagy online találkozón, és nagyon-nagyon sokan követnek bennünket, hiszen az RMDS a saját Facebook oldalán, de
megosztás által mi is legtöbben megosztottuk ezt az eseményt, és gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan vannak most velünk. Köszöntöm őket is, és a következő felszólalóhoz fordulok. Elhangzott, hogy három szék, Kovászna megye az, amely jelen megpróbáltatás előtt teret enged és esélyt biztosít a szórvány képviselőjének. Úgyhogy most a háromszéki megye elnökhöz fordulok. Tamás Sándor, elnök úr, a szó a tiéd. Köszönöm szépen, Gyula, köszönöm szépen, hogy megszerveztétek ezt a rendezvényt, ha ilyen nehéz körülmények között is. Tisztelt elnök úr, kedves barátaim! Sokszor elmondtam, elmondtuk, és mindig el fogjuk mondani azt a történelmi tényt, hogy 2009-ben keresett meg Winkler Gyura minket itthon háromszéken, azzal az ötlettel, hogy üljünk le, gondoljuk végig, szervezzük meg közösen első lépésben háromszék és Hunyad, és aztán, ahogy telt az idő, más megyékkel is a kapcsolatot. 2010-ben, éppen 10 évvel ezelőtt már Háromszék és Hunyad megye székely-szorvány partnerséget kötött, és Hargita megye mellett azóta sok megyével van élő kapcsolat. 2010. februárjában Winkler Gyura elnök úrral és Antal Árpád polgármester úrral déván írtuk alá az Összetartozunk Székelyföld Szorvány partnerségi program első együttműködési megállapodását, és már abban az évben, éppen 10 évvel ezelőtt, júniusban, pedig már az első Hunyad megyei Magyar Napok támogatóiként vettünk mi is részt. 10 év alatt, mint ahogy azt tudjátok, vagy talán jobban is tudjátok, mint én, nem csak intézményes kapcsolatok mélyültek el, hanem szakmai kapcsolatok és barátságok is szövődtek fiatalok, diákok, gyerekek, idősebbek között egyaránt, jelezve azt, hogy jó ötlet volt, és jelezve azt, hogy jó úton haladunk. Mi, akik Székelyföldön élünk, erőt tudunk adni, lelki és anyagi támogatást is tudunk nyújtani, még a legnehezebb időkben is, amikor a költségvetéseink soványabbak voltak, akkor is megtaláltuk a módját annak, hogy hogy tudunk anyagi támogatást nyújtani, hogy tudunk idehaza nálunk tábort szervezni a ti gyerekeiteknek, és rengeteg-rengeteg programot lehetne felsorolni. Tisztelt elnök úr, kedves barátaim, ha nem veszitek ünneprontó gondolatnak, akkor a parlamenti választásokról is szeretnék szólni, hiszen egyrészt a szorvány képviselője itt nálunk háromszéken indul, mint ahogy kiderült, és ezt ti is nagyon jól tudjátok, Benedek Zakariásról van szó. Másrészt pedig, hogyha ilyen jól összejöttünk, akkor esetleg néhány technikai dolgot is meg tudunk beszélni. Kelemen Hunor elnök úr egy közösségi tétről beszélt. A szorvány képviselője azáltal, hogy nálunk befutó helyen van, még nem jutott be a parlamentbe, hiszen a választás a december 6-án lesz. Dolgozunk, hogy bejusson, ezt ő maga is láthatja, amikor itt van nálunk háromszéken, és köszönöm azt ezzel az alkalommal is Benedek Zakariásnak, hogy nagyon komolyan veszi ezt a munkát, sokrétű munkája mellett, Bukarest, Szeben és más megyékben lévő munkája mellett igyekszik minél gyakrabban és minél többet itt háromszéken is dolgozni velünk együtt. Viszont azért, hogy biztonságosan jussunk előre, azért, hogy az önök, a ti jelöltetek, a mi barátunk, Benedek Zakariás biztos, hogy bejusson, meg tudjuk kétszerezni a ti, az önök szavazatát. Ha jól szervezzük az elkövetkező 20 napot, akkor a ti, az önök szavazatát, a szorványban élők munkáját több szavazatot tud érni. Elmondom, hogy mire gondolok. Kérem a szorvány megyék vezetőit, hogy ne csak úgy mozgósítsanak otthon, hogy mindenki a szorvány megyékben menjen el szavazni, hanem minden magyar a szorvány megyékből hívjon fel telefonon 5 olyan szemét, aki nálunk háromszéken, Székelyföldön él, és az ő ismerőse, barátja, netán rokonai, és kérje tőlük azt, hogy menjen el szavazni. Hiszen igaz az, amit Kelemen Hunor elnök úr említett, hogy nálunk is érződik egyfajta visszahúzódás, egyfajta félelem a vírus árnyékában. És ezt láttuk a helyhatósági választáson is. Viszont azt gondolom, hogy nem nagy dolog, hogyha 5 minden szorványban élő, jószándékú magyar ember felhív 5 Székelyföldön élő ismerősét. Ezt egyébként mi is meg fogjuk itt tenni, arra kérve a székelyföldieket, hogy hívjon fel 5
Szórvány megyében élő ismerősét telefonon, és biztosra arra, hogy menjen el szavazni. Ha ezt mindannyian megtesszük, ha önöknél, nálatok és nálunk is magasabb lesz a részvétel, egészen biztos. Ha magasabb lesz a részvétel, akkor biztos, hogy több képviselőnk lesz, akkor biztos, hogy Benedek Zakariás és ott lesz a román parlamentben. Igaz, hogy nálunk bejutó helyén van, de látjátok, hogy meglepetéseket hozhat a járvány miatti távolmaradási szándék a választások alkalmával. Ezért azt gondolom, hogy szervezzük ezt meg, éppen ezért felkérem Winkler Gyulát, Benedek Zakariást, hogy az ügyvezető elnökség logisztikáját is igénybe véve együtt, velünk együtt szervezzük meg az elkövetkező 20 napot ennek a javaslatom jegyében. És így végezetül, hát mi más kívánhatnék mindannyiunknak, hogy adjon a Jóisten erőt, egészséget, adjon szerető családot, napról napra gyarapodó közösségeket, adjon egy biztonságos, kiszámítható jövőt szülőföldünkön, Erdélyben. Jó személyes találkozást kívánok! Elnök úr, köszönjük nagyon szépen, és nagyon igazad van akkor, amikor rávilágítasz arra, hogy az ünnep mellett ma a gyakorlati teendőkkel is foglalkozni kell, és a mozgósítás valóban most a legfontosabb gyakorlati teendő, amely mindannyiunk előtt áll, legyünk székelyföldiek, Szórványban élők, minden erdélyi és bánsági magyar előtt a mozgósítás feladata áll a következő 3 hétben. Köszönjük szépen, köszönöm szépen Sándor, és most egy Szórvány megye képviselőjéhez fordulok a program rendjén. Picikét északra fordulva Sepsiszentgyörgytől megérkezünk Besztercébe, és meg szeretném kérni Décsei Attilát, aki a Besztercen-Aszód megyei RMDSZ-nek az elnöke, most már 12 év után újból megyei tanácsosa is a közösségnek. Attila, kérlek, a szó a tiéd. Kapcsold be a hangot. Kapcsold be a hangot, Attila. Most. Most. Sajnos nem hallatszik, így állunk az online találkozókkal. Attila, próbálkozz meg még egyszer, kérlek. Sajnos nem működik. Van egy megoldásom ebben a helyzetben. Kérlek szépen, Attila, vedd fel a kapcsolatot az ügyvezető elnökség kollégáival, vagy Pataki Zsuzsival, és próbáljátok meg megoldani a kérdést. Addig is akkor a következő felszólalóhoz lépek, hiszen Hargita megye is Kovászna megyével együtt támogatják és művelik a Székely-Szórvány összetartozunk kapcsolatot. Sőt, Besztercével pontosan szomszédosan és összetartozunk kapcsolatban levő megyéről beszélek itt most. Itt van velünk a találkozón Borbói Csaba, Hargita megyei tanács és a megyei RMDSZ-nek az elnöke. Elnök úr, a szó a tiéd. Köszönöm szépen, és mindenkinek szeretnék minden jót kívánni. Nagyon jól látni itt jó néhány régi kedves arcot, akikkel valamikor akár ifjúsági életben, de nem csak ifjúsági, hanem a többi RMDSZ tevékenységben együtt tudunk dolgozni a Szórvány ügyekben, akár ifjúsági szervezeti szinten, akár később, mint megyei tanács, illetve területi RMDSZ. Most úgy hozta a sors, hogy én vagyok a Hargita megyei RMDSZ-nek a soros elnöke, de ez a Pünkösdi Királyság jövő nyáron lejár. Na, de addig is szeretném elmondani néhány percben, hogy tényleg nagyon örvendünk annak, hogy együtt tudtunk dolgozni. Számunkra mindig a Szórvány megyékkel az együttműködés az gyerekerősítő, illetve motiváló tényezővelként hatott, és érezzük a felelősséget akár mint belső anyaország, hogy van teendő, és ebben az elmúlt 11 évben tudtunk sok-sok közös eredményt elérni.
És valahogy onnan jött az ötlet valamikor, hogy lassan a Hargita megyei székelyföldi fiatalok jobban ismerték Magyarország városait, mint belső Erdély, Arciumot, és ez így nincs rendjén. Hisz csak átutazásra használtuk, vagy használták nagyon sokan Erdélynek ezt a térségét, és valahogy az volt az elképzelésünk, hogy állítsuk meg az embereket, ismerjék meg, hogy honnan, hogy hol, miként ügyelnek a kultúrára, a történelemre, és hogyan igyekeznek megkapaszkodni. És hát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy sok-sok jó eredményt tudtunk elérni, és abban is bízom, hogy abban az erőfeszítésben, amit a szorványban élő közösségi vezetők, erendihez vezetők tesznek, számunkra az hihetetlenül nagy érték és nagy példa. Tehát könnyű Hargita megyében dolgokat megoldani, ahhoz képest, hogy milyen nehéz esetleg Temes megyében, Besztercében, Krassó-Szörényben, vagy többi megyében, és az örök ott kell legyen mindannyiunk számára, akik tömbben vannak, hogy milyen kihívások, és ezért oda kell figyelni. Ez a vírusos időszak ugye sok-sok rosszat hozott, de egy dolgot azért hozott pozitívat is, a digitális világhoz való közeledést, az, hogy most ilyen szép számmal, hisz az elmúlt 11 évben azért volt jó néhány szorvány, találkozónk napunk, de nem sikerült ilyen szép számba összegyűlnünk, tehát hogyha csak ezt nézzük, már ez is egy pozitívum. Tehát én egy optimista politikus, a rosszban is a jót keresem, és hiszem azt, hogy ez az online világ, a digitalizált világ sok-sok, tudja, tovább tudja erősíteni, mélyíteni az együttműködésünket, és ezért is 2021-re mi nagyon ambiciózusan készülünk az új költségvetésünkben, tehát a kulturális együttműködési programok tekintetében mélyítjük az elképzeléseinket, és bővítjük a körét, a pályázati programjainkat, mindegyiket, ahol csak a törvény nem tiltja meg, továbbra is nyitva tartjuk a szorvány megyék számára, úgyhogy jöhetnek ifjúság, sport, család, akár önkéntes tűzoltóságok létrehozása, népviseletek, turisztikai programok, kulturális programok, és akár szociális téren, idősek terén az együttműködések, hisz ezeket szívesen vállaljuk. Ma már megvívtuk a csatákat a számvevőszékkel, úgyhogy ilyen szempontból nyugodtan tudunk dolgozni. Nem úgy, mint az első alkalommal 2009-ben, amikor kamatostól együtt vissza kellett fizetni minden együttműködési költségünket, és azon kívül pedig az oktatás terén kialakult egy elég komoly műhely munka, komoly csapat, akik az oktatás digitális eszközökkel való segítésében nagyon komoly tudással rendelkeznek. Ehhez nagyon sok olyan projektnek a lehívása, amely akár 80 millió euróig is fel fog menni az elkövetkező években Hargita megyében, abban nagyon szívesen látjuk a szorvány megyéket, és hát a szakoktatás egy olyan témakör, amiben érdemes lenne közösen gondolkodnunk, és nem szabad kihagyni a gazdasági életet sem, főleg most a szorvány, hát most a vírus tekintetében, amikor átmegy online-ra a gazdasági élet, az üzletkötésnek jelentős része, úgy érezzük, hogy még közelebb lehetne hozni a szorványban tevékenykedő gazdákat a termékeik tekintetében, vagy akár a vállalkozókat, és ebben szeretnénk közösen gondolkodni. És hát ott van a Visit Hargita applikáció, amelynek szeretnénk egy olyan részt kiépíteni, amelyen keresztül, amikor valaki jön Magyarországról hozzánk, akkor igen, álljon meg a szorványba, töltsön el napot, ajánljunk ott panziókat. Tehát ne csak úgy jöjjenek a csíksomjói búcsúra, hogy reggel beülnek az autóba és este eszik a tokányt vagy a flekkényt valahol Csík környékén, hanem jöjjenek el 2-3 nappal hamarabb. És azt gondolom, hogy van még sok-sok olyan témakör, amiben nagyon erős együttműködést tudunk kiépíteni. Én mindenféleképpen nagyon gratulálok mindannyiatoknak, amilyen munkát kifejtetek, és hát korlátlanul és bármiben van szükség együttműködésre, bármire van igény, dolgozzunk rajta, ismertek engemet jól, hát nagyjából olyan vagyok, mint a mosztoskája, amelyeket közben-közben kell taszigálni, de ezért nem sértődök meg, és bízom benne, hogy sok jó eredményt fogunk továbbra is elérni. Hajrá szorvány! Köszönjük szépen, elnök úr, hajrá Székelyföld, hajrá szorvány, neked pedig jó utat kívánunk, mert tudom, hogy röptéren vagy, és rövidesen indul a géped. Köszönjük szépen a felajánlást is, és a szorvány-székely kapcsolatot. Megköszönöm mindenki nevében a szorványból Tamás Sándornak és Borbély Csabának, Háromszéknek és Hargitának, minden székelyföldi magyar embernek. Visszatérünk most Décsei Attilához, és megpróbáljuk őt kapcsolni. Attila, még egy próbálkozást kérlek. Igen, remélem hallszik. Igen, jól van.
Jó, rendben, akkor újra kellett indítani a gépet. Köszönöm a szót, tisztelt szövetségi elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim. Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy köszönhetem önöket. A Magyar Szórvány napja, a Szórvány Magyarság napja egy kiáltó szó létezésünkről, fájdalmainkról, az élni akarásról és megmaradásról. Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet, mondta Bethlen Gábor erdélyi fejedelmünk. A magyar nyelv, a magyar identitástudat megőrzése a szórványban legfontosabb feladatunk, mert nyelvében él a nemzet. Mi Besztercen-Aszod megyében élő magyarok végvárvédők vagyunk, a szó szoros és átvitt értelmében is. A radnai havasak lábától a dimbes-dombos mezőségig, a szamos mentétől a sajó völgyéig. Belakjuk-e vidéket? Sokféle vidékünk hagyományokban, természeti kincsekben és épített örökségekben gazdag. Számunkra a magyar iskola a legfőbb rendű elsőbség. 2018-tól anyaországi támogatással és nem csak sikerült egy olyan álmot elérni, amire már rég vártunk. Sikerült ingyenessé tenni a magyar diákok számára a bentlakást, valamint sikerült ingyenessé tenni az ingázó diákok számára az utaztatást. Mindezen intézkedések és lehetőségek mellett sikerült a 2019-es tanévvel kezdődően a délutáni foglalkozás a 0-4 osztályok számára, Bethlen és Besztercze városokban. Az idéni tanévvel kezdődően pedig sikerült kibővíteni a délutáni foglalkozást megyénk két legnagyobb magyar lakta településén, Magyardécsén és Szentmátén. Ezen intézkedések reményeink szerint, ha nem is állítják meg a beolvadás folyamatát, de hitünk szerint hosszú távon lelassítják azt. Őseink tudták, hogy egységben az erő. Összefogással szinte minden elérhető. Széthúzással semmi. Mi azok a magyarok, akik Besztercze vidékén éljük mindennapjainkat, az év minden egyes napján meg kell harcoljunk magyarságunkért. A magyarság megtartó ereje a szórványban, a templom és az iskola. Ezen intézményeket kell erősítsük a jövőben is. Folytatnunk kell a harcot. Büszkének kell lennünk nap mint nap arra, hogy mi habár etnikai és vallási kisebbség vagyunk ma Erdély területén, magyarul beszélünk, magyarul érzünk, és magyarul éljük mindennapjainkat. Mi szórványban élő magyarok itt vagyunk, és itt is leszünk. Nem adjuk fel, és minden adandó alkalommal véleményt próbálunk formálni, a minket érítő dolgok kapcsán. Minden választás alkalmával megújuló erőfeszítést teszünk az erős erdélyi magyar képviselet érdekében. Nekünk nincs más választásunk. Ahhoz, hogy hitelesen képviseljük a magyarság ügyeit, mi olyan embereknek kell bizalmat szavazzunk, akik eddig is a magyarság jólétét szolgálták, akik bizonyítottak, és ezek nem más, mint az RMDS jelöltjei. Azt is tudjuk, hogy a szórvány nélkül nem érnénk el a parlamenti küszöböt. Ezért nagy figyelemmel kell továbbra is kezelni az itt élőket. December 6-án a közös feladat újra ugyanaz. Egységeseknek lenni, támogatnunk kell szavazatunkkal érdekvédelmi szervezetünket, az RMDS-t. Nem választani, hanem szavazni kell. Mutassuk meg újra azt, egységesek vagyunk, döntsünk mi magunk saját jövőnk felett. Szükségünk van hát a leendő Bukarestben dolgozó képviselőink és szenátoraink segítségére, hogy mellénk álljanak, hogy felvállalják gondjainkat, megoldják problémáinkat. Ha együtt dolgozunk, megszakítás nélkül, biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. Végezetül engedjék meg, hogy mindannyiunknak sok sikert kívánjak az elkövetkezendő parlamenti választásokra. Nehéz küzdelmek előtt állunk, nehéz időket élünk, de mint ahogy a rendszerváltás után, mindig bízom benne, hogy most is sikerül a választási küszöböt elérni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Köszönöm szépen, Décsei Attila, a Besztercei üzenetet, és akkor most mozduljunk picikét a szorvány közösségek sorában Közép-Erdély felé, egészen pontosan Gyulafehérvár és Nagyenyed, szintén Betlen Gábor fejedelmünkhöz köthető helyszínek és közösségek. Ladányi Árpád, a Fehér megyei RMDS elnöke. Árpád, a tiéd a szó. Köszönöm szépen, Gyula. Nagy szeretettel köszöntök Gyulafehérvárról mindenkit, aki részt vesz ezen a konferencián, szorvány ünnepségen, aki csatlakozott ehhez az eseményhez. Ezt az évet sajnos a világjárvány elleni küzdelem határozta meg, és határozza meg. Egyre több és egyre szigorúbb intézkedéseket hoztak a hatóságok, amelyek fizikai távolságtartásra köteleznek minket, tiltják a gyülekezeteket, a rendezvények megtartását. Fontosnak tartjuk a járvány elleni küzdelmet. Fontos az, hogy a fertőzés terjedését megakadályozzuk. Fontos az, hogy vigyázzunk egymásra. Azonban rendezvényeinket, ünnepeinket, megemlékezéseinket meg kell tartani. És ha nem tudjuk másképp megtartani, hát tartsuk meg online. És köszönjük ezért, Gyula, a szép kezdeményezésedet. Ünnepeljünk és emlékezzünk együtt, hiszen addig maradunk közösség, addig tartozunk össze, amíg közösen tudunk ünnepelni, ameddig közösen tudunk emlékezni. Isten áldja meg nemzetünket, Isten áldja meg a szorványban élő magyarságot. Köszönöm szépen figyelmeteket. Köszönöm szépen, Ladányi Árpád, és Közép-Erdélyben maladunk még, egyet mozdulunk a szomszéd megyébe, a szomszéd közösségbe, és pedig Szeben megyébe, Szászmegyesre, és megkérlek Orosz Csaba, a Szeben megyei LMDS elnöke, hogy üzenjél, szóljál hozzánk. Csaba, a tiéd a szó. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntök én is mindenkit Szeben megyéből, Meggyesről. Nagy öröm számomra az, hogy ilyen nehéz helyzetben is azért ünnepelhetünk, együtt lehetünk. Ugye mondottad azt, hogy már 50-en vagyunk itt jelen, de követtem én is a Facebookon, nagyon sokan figyelnek ránk, nagyon sokan szólnak hozzá, és persze ünnepelnünk kell a mai nap, tudom azt is, hogy nehéz ezt megtenni mindenkinek, mert külön-külön kell ünnepelnünk otthonról, tehát nem tudunk összegyűlni úgy, ahogy eddig is tettük, úgy, ahogy eddig is szoktuk, de úgy gondolom, hogy igenis szükség van arra, hogy megemlékezzünk erről a napról is, mert itt már elhangzott, és meg kell ismételnem azt, hogy valóban szorványban nagyon nehéz magyarnak megmaradni. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy létszámunk egyre kisebb, számbelileg egyre kevesebben vagyunk, nekünk, mindazoknak, akik úgy érezzük, hogy magyarságunk az fontos, nekünk, akik úgy gondoljuk, hogy szülőföldünkön meg kell maradnunk, ragaszkodunk, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy itthon boldoguljunk. Nekünk, azoknak, akik a közéletben szerepet vállalunk, üzennünk kell, a reményt kell fenntartanunk a magyarság felé, a szorvány magyarság felé, és valamilyen szinten ezt a folyamatot lassítanunk kell, ha megállítani teljesen nem is tudjuk. És igenis, megteszünk mindent annak érdekében, hogy december 6-án jó eredmény szülessen, mert, és itt Tamás Sándornak igazat kell adnom, hogy szükség lesz arra, hogy buzdítsunk mindenkit innen szorványból, mert tudatosítani kell azt is mindenkiben, hogy országos képviselet nélkül a szorvány belátható időn belül elveszik, el fogunk veszni, el fogunk tűnni, nem fogunk tudni megmaradni. És hogy ezzel a szójátékkal éljek, ugye igen, minden egyes szorvány megye egy végvárat jelent,
és minden végvárban, ha bár egyre kisebb a sereg, azért küzdünk azért, hogy a főhadiszállást megtartsuk, hogy a főhadiszállást megvédjük, de muszáj lesz ezt a harcot minél jobban, minél több lélekkel tartani, mert ha nem, elesnek sorban a végváróink, és szép lassan majd ugye a főhadiszállás is oda lesz. Ennek ellenére tudom, egy kicsit borús az, amit gondolok most, de úgy gondolom, hogy tenni fogunk, úgy gondolom, hogy dolgozni fogunk a továbbiakban is, és nem hagyjuk azt, hogy mindaz, amit az elmúlt sok száz éven belül elődeink felépítettek, mindaz, amit megtartottak, az kárba vesszen, és nekünk ez a dolgunk, hogy ápoljuk és tovább éltessük ezt az örökséget. Mindenkinek szép ünneplést kívánok, hajrá Erdélyi Magyarság, hajrá RMDS, éljen a haza. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen Orosz Csabának a gondolatait, és most ugrunk egy jó nagyot, lehet, hogy megéljük, hogy autópályán tudjuk megtenni a Kolozsvártól Temesvárig való utat, egyelőre még nem igazán állunk ott, de mindenképpen átköltözünk most a Bánságba, és meg szeretném kérni a Temes megyei RMDS elnökét, Marosi Zoltánt, hogy szóljon hozzánk. Zoltán, a szó a tiéd. Tisztelettel üdvözlök mindenkit, aki részt vesz a mai szórványtalálkozókon. Kellenek nekünk ezek a találkozók, hisz egy jó alkalom arra, hogy egyrészt összegezzük, elemezzük a helyzetünket, másrészt pedig ezáltal tudjuk kifejezni kívánalmainkat is. Én azért most egy kicsit visszatérnék, amit Csaba mondott, hogy ne legyünk pesszimisták. Bánságiként el tudom mondani azt, hogy ugye bánság 1552-ben esett el, és akkor a török idő alatt kürültek, elmentek a magyarok, mert nem lehetett megélni. Osztrákok átvették a bánságot 1716-ban, és nem engedték be a magyarokat. És magyarok voltak akkor is, magyarok, mint látjátok, itt vagyok én is, még vagyunk néhányan, vannak ma is, és én bízom benne, hogy leszünk is magyarok. Én mindesetre azért vagyok én optimista egyrészt, mert az anyaország támogatásával az iskoláink, óvodáink megerősödtek. És ezért köszönet az a magyarországi kormánynak és a kolozsvári konzulátus munkatársainak is. Ugyanakkor az összetartozunk programról most nem beszélek, beszélt Csaba, beszélt Sándor, beszélt Gyuszi, de szerintem ez is egy nagyon fontos program, és itt még messze nem használtunk ki minden lehetőséget, itt Borbély Csabának igaza van, nagyon sok mindenben együtt tudunk működni, tudunk még újat hozni. De köszönet azért, amit eddig kaptunk és csináltunk. Ugyanakkor elnök úr el kellett menjen Marosvásárhelyre, de biztos láttam itt még a szövetségi elnökségből alelnököt is, úgyhogy adjátok át köszönetemet a szövetségi vezetőségnek, mert úgy érezzük újabban, hogy odafigyelnek a szorványra, és ez kell nekünk. December 6-a az nagyon fontos, mert szeptemberben, hát nem is tudom, hogy talán egy szét szót levizsgáztunk, ilyen nagyon sírva mondva. Hát, ha vissza tudunk szerezni valamit december 6-án, de mindenképpen Temes megye is hozzá akar járulni ahhoz, hogy legyen magyar érdekképviselet a parlamentben, mert ez nagyon fontos. És most az összefogással azok, akik minket rendszeresen bántanak, és ezt tudjátok jól, hogy ki is mondom, a Tóró Tibi csapatából nem csak megmaradt emberek, ezek egyfolytában bántanak, és itt a szorványban bizonyos elviselni se könnyű. Ugyanakkor megjelenvén ez a úszéré, amitről szintén van vélemény, de hadd ne mondjam ki, a rengeteg vegyes házasságiban élő bánságiak úgy tűnik, hogy ebben találták meg a közös nevezőt. Na most ezeket próbáljuk visszahozni, és remélem sikerül, remény hal meg utoljára. És utána pedig jön olyan 4 év, amikor már nem kell aláírás gyűjteni, nem kell embereket rábeszélni, hogy dolgozzanak egy olyan választásra, amelyeket, hát például az Európa Parlamenti választás, mert Gyuszit látom itt magam előtt, ott is nehéz volt rábeszélni az embereket, csináljuk már. Na most
4 évig arra kell rábeszéljük őket, hogy vigyétek a gyerekeket Székelyföldre. Szeretettel várják őket. Fogadjuk örömmel a magyarországiakat, mert ugye ránk figyelnek. Ez biztos vagyok benne, hogy könnyebb lesz. És ebben kérem egyrészt, hogy álljatok mellénk a többiek is, Beszedszen az ottól egész legrassószörényig, és hát a támogatásotokra mindenképpen számítok. Itt Csabát is látom magam előtt, úgyhogy én szerintem ez tovább megy. A magyar kormány határozottan kijelentette, hogy Kárpát-medencében gondolkozik, és akármilyen picik vagyunk mi a válságban, azért a Kárpát-medencében mindenképpen benne vagyunk, onnan minket kivakarni nem lehet. Tehát élni akarunk, élni fogunk, ezt kívánom nektek is. Szép napot! Köszönöm szépen Marosi Zoltán ezt a temesvári üzenetet, és közben itt megnéztem az LMDSZ-nek a Facebook oldalát, a közvetítésnek 5000-nél több figyelője volt, tehát 5000-nél több emberhez jutottunk el csak az LMDSZ Facebook oldalán, minden bizonnyal, hogy ez a szám nagyobb. Ez is azt jelenti, hogy többeteknek, közületek, akik arról beszéltetek, hogy előny is, hátrány is van ezekben az online találkozókban, hát akkor az előnye az, hogy mindenképpen már is 5000 embernél többhöz is eljutott az üzenetünk és a szövetségi elnök úrnak az üzenete. Ott maradunk a Bánságban, a Maros folyó, a Bánság és a Partium határa, tehát Arad városa, ott van a Bánságban is, és ott van a Partiumban is. Faragó Péter, látom, hogy mosolyog. Tisztelt Arad megyei elnök úr, Faragó Péter, a szó a tiéd. Köszönöm szépen, kedves Gyuszi. Valóban mosolygok ezen. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák, mert ez egy örök vita téma és dilemma köztünk is, és másokkal beszélgetve is, hogy Arad akkor most tulajdonképp hova is tartozik, a Bánsághoz részben, a Partiumhoz részben. Ez a szépsége Arad megyének és az itt élő közösségnek, hogy több helyre is úgy érezzük, hogy tartozunk, és a Bánság és a Partium mellett egy szorványvidék is vagyunk, szorványvidék lettünk, és éppen ezért úgy gondoljuk, hogy nagyon fontosak ezek a találkozók, ezek a beszélgetések. Én köszönöm neked, Gyuszi, köszönöm az ügyvezető elnökségnek, a kollégáknak, hogy megtaláltátok a megoldást, és nagy örömmel tölt el az előbb által ismertetett Facebook szám is, amely azt mutatja, hogy van érdeklődés, van igény az ilyen jellegű találkozók online közvetítésére is, és valószínűleg a jövőben, amikor lehetőség lesz rá, hogy személyesen találkozunk, azért az élő közvetítések, Facebook közvetítések is részei maradnak ezeknek a találkozóknak. Kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim, mindannyian érezzük a bőrünkön ezeket a nehéz időket, amelyeket kénytelenek vagyunk megélni. Ez a nehéz időszak mindannyiunkat meg is viszel, hisz kizökkentett a jól megszokott életritmusunkból, teljesen megváltozott március óta az életünk. Sajnos ez a kizökkentés, ez a megváltozott élet a szorvány közösségek szempontjából halmozottan, sokszorosan, hátrányosan érint minket, hisz nagyon megszenvedi a közösség azt a minimális együttlétet, azt a minimális személyes találkozók lehetőségét, amely az elmúlt hónapokban megadatott, hisz elvette tőlünk az együttlét örömét, elvette tőlünk a találkozás örömét, és nincs meg az érdekvédelmi szervezetnek sem, szövetségünknek sem az a direkt kapcsolata a közösséggel, amelyre az elmúlt 30 évben építkezni tudtunk. Mindannyian alkalmazkodni próbálunk ehhez a helyzethez, próbálunk ilyen körülmények között is
építeni, próbálunk segíteni, támogatni ott, ahol kell, ott, ahol tudunk, ott, ahol a körülmények megengedik. Kedves kollégák, nagyon nehéz 3 hét vár ránk. Ez alatt a 3 hét alatt december 6-áig kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy minél több magyar embert a szórványból is, a tömbből is, a vegyes vidékekről is mozgósítani tudjunk, hisz tetszik, nem tetszik, december 6-án parlamenti választások lesznek, és mindannyian szembesülünk azzal az elmúlt napokban, meg hatványozottan, hogy ezek a választások tulajdonképp a közösségnek egy nagyon kis rétegét érdeklik egyáltalán, hisz mások a problémák, mások a prioritások, és nagyon komoly rábeszélés erőre van szükség mindannyiunk részéről, hogy tudatosuljon az emberekben, hogy december 6-a parlamenti választás, nem lehet fél év múlva megbánni, nem lehet 3/4 év múlva újrajátszást kérni, hisz a legközelebbi választások 2024-ben lesznek, és december 6-án este 9-kor eldől, hogy mi lesz a közösségnek az ereje a parlamentben a következő 4 évben is. Úgyhogy tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák, mindenkinek kitartást kívánok, erőt kívánok a következő 3 hétre, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a szórványból is, a tömbből is, a vegyes vidékből is minél több magyar ember képviselje közösségünket Bukarestben, a parlamentben. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok mindenkinek! Köszönjük szépen, jó munkát kívánunk nektek is, Falaga Péter elnök úr, az Arad megye úgy a bánsági, mind a panciumi részében. Közben még 2 technikai adatot osztok meg veletek. Az egyik az, Borbély Csaba elnök úr mondja, hogy az ő saját Facebook oldalán is több mint 4600-an érték el ezt az eseményt, tehát akkor már 10 000 fölött tartunk. Kollégák, ez apropó a mozgosítás és az előttünk álló feladatok. Az egyik eszköz a közösségi média. Persze nem a Facebookon kell megnyerni a választásokat, hanem majd december 6-án ezt tudjuk mindannyian. Ott vagyunk tehát a Páciumban, és ott is maradunk még egy felszólaló számára. Krassó Szörény megyében egy maroknyi magyarság van. Ennek a közösségnek az LMDSZ elnöke Kun László. Elnök úr, a szó a tiéd. Köszönöm a szót, üdvözlök és köszöntök mindenkit, szövetségelnök urat, az európai parlamenti képviselő urat és a bukaresti képviselő urakat is. Nálunk itt a szórványban egy kicsikét más a helyzet, mint más szórványokban is. Úgy, ahogy Décsi Attila is mondta, nagyon fontos a templom és az iskola, hát nekünk se templom, se iskola nincs. A helyzet az, hogy szerintem az egyetlen megye, ahol nincs magyar oktatás, és az egyetlen megye, ahol a templomok, a katolikus és a református is nem akarnak együttműködni. Nagyon nehéz nekünk, hogy itt a szórványba mozgosítsunk a választásokra. Mindent megteszünk, hogy sikerülni fogjon a választások, hogy minél többen menjenek szavazni, és mindenki az RMDS-re szavazzon. Most lenne egy pár javaslatom is. A képviselők, akik a román parlamentbe kerülnek, szerintem nagyon fontos dolgok lennének az, hogy itt a szórványban és máshol is munkalehetőségeket készítsenek. Mivel ha nincs munka, pláne itt nálunk, a fiatalok elmennek. Nekünk már nincsenek fiatalaink, a legtöbben idősek, és ha nincsenek fiatalok, nem szaporodnak. Úgyhogy megkérem a parlamenti képviselőket, akik bejutnak, hogy ezt a problémát emeljék föl, és próbáljanak valamit csinálni. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogyha jövőre
meg lehet tartani. Én ajánlom, hogy itt Krassó-Szörényben este a bányán tartsuk meg a szorványnapokat. Ezt azért mondom, mert nagyon sok szép természeti adataink vannak, és mivel hogy nagy részben itt épült föl nagyon sok magyarországi, anyaországi dolgok, jó lenne, hogyha ide is eljönnének. Minden évben az anyaország ide küld tanulókat, hogy megismerjék a volt anyaországnak a természetes szépségeit. Szerintem, elnök úr, hogyha úgy gondoljátok, hogy segíteni fogtok, elintézzük itt, hogy itt legyenek, hogyha a lehetőség megengedi. Köszönetet szeretnék még mondani Borbély Csabának és Zonda Erikának, mert akármikor szükségünk volt, mindig segített rajtuk. Jó munkát kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm szépen, köszönjük a javaslatokat is, illetve a programpontokat, ha szabad így fogalmazni. Persze, hogy a válságból való kilábalásnak a titka az munkahely, munkahely, munkahely. És köszönjük a felajánlást is, hogyha a járvány megengedi jövőre, akkor már is van egy helyszínjavaslat a Magyar Szorvány napjára Krassó-Szörényben. Köszönjük szépen, és akkor most repüljünk át, hát hogy is van ez, délről északra, ha jól tudom a térképet, és menjünk át Máramaros-szigetre, ott, ahol az egyik kicsi, de élni akaró közösségnek az RMDSZ elnöke, Béres István. Megkérlek szépen, István, a szó a tiéd. Köszönöm szépen, szervusztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntlek benneteket. Ahogy elhallgattam a kollégákat is, főleg Kun Lacit, akihez még repülővel is több mint másfél órát kéne utazni, rájöttem, hogy minden fájdalmunk mellett, hogy nem tudtuk valóságban ezt a találkozót megtartani, van egy nagyon nagy hozadéka. Végre eljutott mindenki, és a tömbvilági Székelyföld, Borbély Csabáék is Máramaros-szigetre. Mert most, talán egy percig, amíg én beszélek, mindenki itt van, mi nálok. Nem tudom miért, de mi úgy érezzük, hogy kétszeresen is szorványban élünk. Bár Máramaros valamikor nem volt, és Máramaros-sziget, mert a múlt század elején a más nemzetiségűek voltak maximum 10%-on, most mi vagyunk közel a 10%-hoz, vagy talán sajnos valamivel alatta. Ide eljutni nagyon nehéz, de én ma, most megígérem, hogy nem fogom kikapcsolni addig a mikrofonomat, amíg egy régi fájdalmunkat nem fogjuk orvosolni, és pedig azt, hogy elmondtam többször, hogy mi is nagyon beszeretnénk kapcsolódni ebbe a tömb szorvány programba. De sajnos annyira messze vagyunk, még Közép-Erdélytől is, 3-400 kilométerre, hogy a kollégák egyenlőre nem mutattak hajlandóságot, de most viszont szavukon fogom fogni őket. Nekünk is vannak nehézségeink, és azért nem fogok arról ma beszélni, mert én azt mondom, hogy egy ünnepi napon a pozitívumokról kell elsősorban szólni. Egy nagy feladat van előttünk, és minden belső gondot félretéve elsősorban a választásokra kell koncentráljunk, és azt kell meglépjük. És miután ott minden rendben lesz, akkor biztos le fogunk ülni, és orvosolni fogjuk a nehézségeinket, a belső dolgainkat. Kun Laci megelőzött, bár tudod, Gyuszi, én is elmondtam nem egyszer, hogy nagyon szívesen megszerveznénk a szorvány napját, és fenn is tartom azt, hogy valamikor, amikor megszabadunk ettől a járványtól, gyertek el, tudod, volt nekünk itt egy frakcióülésünk, amin úgy hiszem, hogy jól éreztétek magatokat, és ugyanúgy Laci mondta, Máramarost is érdemes megnézni, mert gyönyörű vidék, és annyi szépséget rejt el még akkor is, hogyha félig meddig Erdélyből is kiszorultunk, és a Párcium szélén is vagyunk. Mi úgy szoktuk itt mondani, hogy ha úgy vezetsz a városba, hogy nem vagy figyelmes,
és nem térsz el jobbra vagy balra egy adott utcán, akkor meg lehet, hogy Ukrajnába találod magad, mert annyira közel van ez a két város, Akna-Szaklina és Máramarosz-sziget egymáshoz. Most a volt polgármesterünk egy hatalmas szöget állított ki a polgármesteri hivatal mellett, ahova tudjátok, van az a közmondás, hogy onnan szokták a szögre akasztani a térképet, Románia térképét, de mindemellett a turizmus és azon való ok, hogy az utakat feljavították, én azt mondom, egy kicsivel közelebb kerültünk mindenkihez. Most már nem úgy lehet Máramarosba eljönni, hogy ahol elfogy minden, az út is, és csak gödrök lesznek, hanem hála Istennek most már a legalább a nemzeti utakat feljavítva el lehet hozzánk jönni. Máramarosz-sziget, én azt mondom, hogy egy gyöngye a régi Magyarországnak, és az osztrák-magyar monarchiának, és az építészete is mai napig látszik, amit szeretnénk felújítani, és éppen itt voltak gondjaink önkormányzatban, hogy úgy éreztük, hogy nem tettek meg mindent azért, hogy a városnak a szépségeit kihozzák és felújítsák. De visszatérve a mai napra, mi valójában úgy érezzük, hogy mindenképpen az erdélyi magyarsághoz tartozunk, és mindamellett, hogy egyre csökkenünk, és demográfiailag tudja mindenki, hogy mi történik a Szórványba, és főleg itt a széleken, ahol a mai fiatalság úgy érzi, hogy nem tudja megtalálni azt, amire vágyik a mai világban, és megpróbál a nagyobb városok felé indulni. Mindemellett mi szeretjük, hogy Máramarosz-szigeten megmaradjon, ahogy Funlacéknak nincs az oktatásunk. Itt van velünk a Lővei Klára gimnázium igazgatója is, Kósa Attila, akiknek a tanároknak és mindazoknak a nehéz munkájuk által az egyetlen bástyánkat szeretnénk megvédeni, ami a magyar iskola és a magyar oktatás. Nagyon sokat lehetne elmondani az itt élő magyarokról, nehézségeikről, egyre fogyó számukról, de én azt mondom, hogy ezt egy másik alkalommal kell majd megtenni, és csak annyit szeretnék kérni, hogy ha már Szórványról van szó, és a Szórványra való odafigyelésről, hogy próbálják felénk is csökkenteni a távolságokat, mert valahogy egy kicsit úgy érezzük, hogy kimaradunk ebből is. Igen, tényleg nagyon messze vagyunk, de mindamellett én azt mondom, hogy a mai lehetőségekkel, és ezért örülök ennek az online találkozónak, mert én nem gondoltam, hogy ilyen rövid időn belül köszönhetem azokat, akik talán még soha nem voltak Máramarosz-szigeten tömbben élő kollégáinkat. Én még egyszer szeretnék egy nagyon szép napot kívánni mindenkinek, erőt, egészséget elsősorban, és azt, hogy amikor megszűnik ez a helyzet, és lehetséges, gyertek el hozzánk, mert higgyétek el, nagyon sok minden szépet tudunk mutatni. És az itteniek is talán úgy fogják érezni, hogy nem szakadtunk el annyira a belső Erdélytől és a tömbvilágtól, hanem mi is fontosak vagyunk, és számíthatunk rájuk. Azt kérdem, és azt, arra kérlek, Gyuszi, ez az utolsó gondolatom, hogy legyél egy híd köztünk és a tömbvilág között, Székelyföld között, és vegyenek már be minket is abba a programba, mert ez a cserekapcsolat szerintem fellendítené nagyon a helyzetet, és nekünk is, mi is úgy fogjuk érezni itt a világ végén, hogy közelebb vagyunk és oda tartozunk az erdélyi magyarsághoz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Béres István! A felajánlást is köszönöm szépen arra, hogy valóban nem először történik meg a felajánlás, és köszönjük szépen! Küzdjük le a vírust, és akkor szervezzünk fizikai találkozót a Magyar Szórvány napon. Máramarosz-sziget minden bizonnyal megérdemli, és ebben igazad van. Jegyeztük, és hát jegyezik a székelyföldi kollégák is a kérést, hogy akkor kapcsolódjon be, vagy vegyük be az összetartozunk együttműködésbe történelmi Máramarost, és ezen is dolgozni fogunk, illetve köszönjük szépen a gondolataidat. Várjuk közben, mert megint kell repülni egyet, Balcaságba kellene menjünk, de még Kovács Attila elnök úr nincs bekapcsolódva a beszélgetésbe, úgyhogy akkor
Enyedre fogunk csak menni, Közép-Erdélybe, azért, mert az LMDSZ-nek a nőszervezete is foglalkozik természetszerűen úgy a szorvány gondokkal, a szorvány építkezéssel, a szorványban élő közösségekkel, mint pedig kiveszi részét nőszervezetként az összetartozunk együttműködésből. Az LMDSZ nőszervezetének az az alelnöke, aki a szorvány problematikával foglalkozik, Lőrinc Helga. Kérlek szépen, Helga, a szó a tiéd. Sziasztok, szép jó napot kívánok én is mindenkinek. Nagyon-nagyon örülök, és nagyon szépen köszönöm Gyuszi ezt a meghívást. Igazából én már egy éve jeleztem Gyuszinak azt, hogy a következő szorvány napra úgy érzem, hogy a nőszervezetnek a szorvány képviselői is elsősorban a vállunkat kell oda tegyünk, és be kell segítsünk a szervezésében, de ugyanakkor résztvevői is kell legyünk. Lehet, hogy csak én veszem észre, de én vagyok az egyedüli nő ma, aki felszólal. Ez biztos véletlen, de azért akkor csak jó, hogyha a nőszervezet is jelen van. A nők mindenkoron azok voltak, akik felvállalták azt, hogy tovább viszik a nemzedékeket, gyereket szültek, gyereket neveltek, és a legérzékenyebb, leggyengébbeket mindig felvállalták, hogy támogatják. Így úgy gondolom, hogy a szorványban nem is kérdés az, hogy akarunk-e, vagy kell-e dolgozni. Látszik a parlamenti frakciónak a munkájából is, mindenki munkája iránt tisztelet, és emelem kalapom szimbolikusan, de látjuk azt, hogy Csép Andi a szociális problémákat igen-igen ügyesen felvállalta és viszi, és én úgy gondolom, hogy a szorványban is nagyon-nagyon fontos az, hogy a nehéz helyzetbe jutott embereknek segítsünk. Nagyon-nagyon sok magyar ember nehéz helyzetben van a szorvány megyékben. Ugyanakkor én úgy érzem határozottan, hogy a szorvány megyéknek rengeteg ütőkártyájuk van. Akkor, amikor azt látjuk, hogy a Székely megyékben egymással vitáznak az emberek, nekünk jó azt érezni, hogy mi összefogunk. Én tényleg nagyon-nagyon ritkán érzem azt Fehér megyében, van úgy, hogy érezzük, de ritkán érezzük azt, hogy a magyar emberek egymással veszekednek. Hála jó Istennek, meg tudjuk egymást támogatni. Talán jobban oda tudunk figyelni iskoláinkra, hiszen kevesebb van ebből, és akkor egyszerűbb, de fontos az, hogy odafigyeljünk. Fontos az, hogy odafigyeljünk az idős személyekre, és ezt is a nőszervezet biztosan mindenki látta, hogy igen-igen jól teszi. Akkor, amikor a Halljuk Egymás programot felvállalta most a járvány ideje alatt. Tehát tudjuk azt, hogy lehet, és tudjuk azt, hogy kell. Én most egy Facebook posztot tettem ki, pontosan mielőtt megkezdett volna ez az online közvetítés, és számolgattam, ugye Nagyenyed Betlen Gábor, ez egy közel áll egymáshoz, és nekünk kötelességünk erről beszélni, és arra következtetésre jutottam, hogy pont annyi idős vagyok, mint mikor Betlen Gábor meghalt. És akkor eszembe jutott az, hogy milyen időkben éltek, és mennyit tett a fejedelem, és szégyellem magam azért, hogy mi panaszkodunk, hogy mi jaj veszékelünk, hogy sok a dolgunk, hogy úgy érezzük, hogy nehéz körülmények között élünk. Biztos vannak nehézségek, biztosan nem egyszerű. Itt Enyeden sem, a szorványban sem, a tömbben is nehézségek vannak, de ennek ellenére sokkal nehezebb körülmények között Betlen Gábor, kortársai, vagy az előtte élők is hazát hagytak ránk, anyanyelvet hagytak ránk, iskolát, tudást hagytak ránk, és nekünk kutya kötelességünk ezt továbbvinni, lehetőségeink, tudásunk, tehetségünk szerint fejleszteni. Én kívánok mindenkinek áldott, szép szorványnapot, szép megemlékezést, és azt szeretném mindenkinek javasolni, hogy fel a fejjel, hiszen van kiért, és van kivel dolgozni, itt vagyunk 50-en, akik dolgozni akarunk, és mindenikünk állnak emberek. Tehát vagyunk a szorványban, és azt özenjük a szorványból a Székely kollégáknak, hogy igenis, a szorvány él, és a szorvány élni akar, és számítunk a tömmagyarságra, ők is számíthatnak ránk. Áldott szép ünnepet mindenkinek, köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, Helga. A gondolatokat, a nőszervezet nevében megfogalmazott gondolatokat is, az együttműködésre való felszólítást és az együttműködés hajlandóságát. Eszébe juttatom mindenkinek, hogy azért a mikrofonokat, amikor nem beszéltek, tartsatok kikapcsolva, mert ha nem, akkor behaladszik a környező zaj. És közben látom Kovács Attilát, Brassó megyei elnök kollégánkat, aki bekapcsolódott a beszélgetésbe, úgyhogy Attila, ha ott vagy, akkor megadom neked a szót. Köszönöm szépen, Gyuszi, hallottok? Halljuk. Nem látunk, de halljuk. Nem láttok? Itt vagyok, lehet, hogy akkor nincs jó térerő, de ha hallottok, az fontos. Itt vagyok Keresztváron, és köszöntöm a szórványban élő magyarokat, kiemelten a Brassó megyei nézőket innen, ahol épp egy istentiszteleten vettem részt Keresztváron. Mindenekelőtt már itt az elején el kell mondanom, hogy nálunk itt minden nap szórvány napja van, hiszen túl a szórvány napjánál, amely egy ünnepnap közösségünk életében, százszor fontosabbak a brassói magyar szórvány, vagy egyáltalán az erdély magyar szórvány mindennapjai. Mert persze, hogy az ünnep elviselhetőbbé teszi a szórvány létünket, de az, ami az ünnep után marad, az a szórvány mindennap, a hétköznapok. És ez az, amiben nekünk, szórvány magyaroknak helyt kell állnunk a mindennapokban, a hétköznapokban. Helyt kell állnunk abban, hogy legyenek iskoláink, és legyen magyar oktatás, mert bár az alkotmány biztosítja a minőségi oktatáshoz való jogot, bizony itt a szórványban az osztályok megszűnte, és az összevont osztályok nem erről tesznek tanúbizonyosságot. Helyt állunk és megteszünk mindent, hogy magyar értékeinket megőrizzük, megéljük és továbbadjuk. A nehézségeket kihívásokként kezeljük és megoldásokat keresünk. Ezért tudunk magyar nemzetközi színházi fesztivált szervezni, magyar gyermekfesztivált, és ezért vannak brassói magyar napjaink. A szórvány magyarság napjai erről szólnak, a helytállásról. Ahhoz pedig, hogy továbbra is helyt tudjunk állni, továbbra is megmaradjunk, meg kell őriznünk azt itt Brassóban, amit az elmúlt választáson egy kicsit megcsorbult, a politikai képviseletünket. Az elszorványosodás szitokszónak számíthat, azonban ezzel számítani annyit jelent, hogy naponta megvizsgáljuk és meg kell vizsgálnunk, sikerült-e biztosítani azt az intézményrendszert, amely ezzel a negatív tendenciával szembeszegül, sikerült-e közösségünk tagjaiban megerősíteni saját kultúrájuk tiszteletét, az anyanyelvű oktatás iránti való érdeklődést, megteremteni a találkozás lehetőségét, helyét és körülményeit valamennyi korosztálybeli magyar embernek és főként a fiatalságnak. A nehézségeket kihívásokként kezelni és megoldásokkal jönni optimizmust feltételez. Én ezt a fajta optimizmust szerettem volna üzenetként átadni, a szórvány lépt optimizmusát, mert ahhoz, hogy 20, 30 és több év múlva is ünnepeljünk, csak optimista jövőbe tekintéssel, hittelteli, kitartó közösségi munkával lehet. Köszönöm a figyelmet, és mindenkinek méltó ünneplést kívánok. Köszönjük szépen Kovács Attilának a brassói, barcasági üzenetet, és azt is, hogy a politikai képviselet fontosságáról ő is beszélt, mint nagyon-nagyon sokan a mai hozzászólások sorában. A következő hozzászóló, és akkor ezennel két dolgot szeretnék bejelenteni. Egy, hogy aki hozzá akar szólni ebben a beszélgetésben, van még 15-20 percünk, tehát jelezzétek a chat szobában, vagy valahogy, vagy ilyen felemelt kézzel, hogy szólni akartok. A másik bejelentésem az, hogy közben már folyik a Facebook Live közvetítés arról a kulturális műsorról, programról, amelyet a ti hozzájárulásotokkal lehetett összeállítani. Köszönöm szépen tehát a megyéknek, hogy hozzájárultak ehhez a kezdeményezéshez, és köszönöm nyilván az ügyvezető elnökség kommunikációs csapatának, hogy ez a közvetítés most folyik, és gondolom, hogy úgy, mint ahogy a beszélgetésünk is, sok ezer emberhez fog eljutni a mai nap. Most pedig az ügyvezető alelnökünknek, Széke Istvánnak szeretném megadni a szót. István, kérlek. Köszönöm a szót. Kedves kollégák, nagyon fontos, hogy a mostani járványügyi helyzetben sem maradt el ez a rendezvény.
külön köszönet Winkler Gyula úrnak azért, hogy ezt megszervezte. Hallgatván önöket kétségtelen, hogy elkötelezett tenni akaró kollégákról van szó, és azért az önkormányzati választások eredményeképpen láttuk azt, hogy vannak gondok, és a szorvány a továbbiakban nagyobb odafigyelést, nagyobb törődést igényel. Ha túl leszünk a decemberi parlamenti választásokon, lesz 4 olyan év, amikor nincs választás, tehát nem viszi el a figyelmet, nem viszi el a tenni akarást, ugye a mindenkori 5%-nak való megfelelés, és nyugodtan tudunk építkezni ebben a 4 évben, és valóban a közösség határait képező szorvány közösségek kiemelt figyelmet igényelnek. Fontos ugyanakkor, hogy jövő évben lesz egy népszámlálás is. Valóban hát ennek az eredményét később fogjuk megismerni, de nagyon zavaró az, hogy a szorványbeli folyamatok tekintetében csak az ezelőtt 10 évbeli felmérésnek ismerjük az eredményeit, hiszen nagyon gyorsan változik a társadalom, és ahhoz, hogy pontosan be tudjuk azonosítani a gondokat, egy nagyon világos képpel kell rendelkeznünk a szorvány pillanatnyi helyzetéről, és erre a jövő évi népszámlálás nagyon jó alkalom lesz. Én úgy gondolom, hogy meg kell feleljünk minél jobb körülmények között a decemberi választásoknak, és utána tudjuk újra gondolni azt a politikai vonalvezetést, vagy akár azokat a társadalomszervezési programokat, amelyek a szorvány kapcsán az elmúlt években kialakultak, hiszen ezek mindenféleképpen újragondolást, változtatást igényel. Ehhez kívánok magunknak, önöknek kitartást és eredményes munkavégzést. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen Széke István ügyvezető alelnök úrnak. Közben én itt a chat szobában nem látok más jelentkezést. Lehet, hogy én se írtam be egészen jól a felhívást, de mindegy, akkor megkérdezem most, nem látok mindenkit egyszerre, de kérlek, akkor jelentkezzetek, ha valaki hozzá szeretne szólni. Próbálok figyelmes lenni. Vagy kapcsoljátok be a mikrofont és szóljatok bele. Nem látok hozzászólási igényt, nem kötelező. Én úgy vélem, hogy egy nagyon tartalmas beszélgetés volt, és nagyon, nagyon jó dolgok hangzottak el. Nem hiszem, hogy feltétlenül most összegeznem kellene az elhangzottakat, de mindenkinek igaza van. Legfőképpen az fontos, ami a következő 3 hét cselekvéséről szól, gondolom most nekünk, hiszen a szorvány napja mindig nekünk ünnep, de ugyanakkor jövőbenézés. A közeljövő a legfontosabb, ezt hallhattuk szövetségi elnök úrtól, ezt hallhattuk Tamás Sándortól, amikor azt javasolta, hogy hívjuk fel mi a szorványbeliek a székely barátainkat, és hívják fel a székelyföldiek a szorványban élő barátaikat és rokonaikat, és buzdítsanak mindenkit részvételre. Fontos az, hogy számíthatunk arra most is, hogy a következő 4 évben lesz legalább egy parlamenti képviselő Benedek Zakariás személyében, aki a szorvány ügyeivel fog foglalkozni, de én a tapasztalatból mondom azt, hogy soha nem, és az elmúlt 4 évben sem ő volt az egyedüli, hiszen a szövetségi elnökség, az ügyvezető elnökség odafigyel a szorvány gondjaira. Persze abból, ami elhangzott, kiderül az is, hogy soha nem elég, és mindig van olyan probléma, amit meg kell oldani, illetve mindig van olyan dolog, amit jobban lehet csinálni.
Gondolom, hogy az LMDS testületeinek az együttműködése fontos, hiszen az ifjúsági szervezetek körében a Magyar Ifjúsági Értekezletben is van egy szorvány csoport, az LMDS nőszervezetének az álláspontját hallhattuk, ott is van egy szorványra való odafigyelés. Az oktatás és a nyelv az identitás része, tehát az oktatás a jövőnknek a kulcsa a szorványban. Székely Istvánnak igaza van, amikor azt mondja, hogy a következő 4 évben a nyugodt építkezés időszaka kell, hogy legyen, és ezt nagyon tudom pártolni, hiszen túl leszünk a választási zűrzavaron, túl leszünk valamikor, ha nem is a jövő év elején, de valamikor túl leszünk az egészségügyi válságon, a világjárványon, és nekünk hosszú távon kell gondolkodni, ez azt jelenti, hogy a nyugodt építkezést kell választani. Igazuk van azoknak, akik azt kérik, és itt Béles Lászlóra gondolok, hogy a szorvány-székely együttműködést ki kell terjeszteni. Bordbai Csabát látom, már a lepülőgépben ül, de még mindig itt van velünk. Tamás Sándor is, ha jól láttam, még az imént, vagy most is itt van velünk, tehát meg fogjuk ezt a kérdést is oldani, és a székely szorvány együttműködésnek a fontosságát gondolom, hogy most is, és minden szorványnap alkalmából kihangsúlyoztuk. Én most pár percen belül át fogok menni ide a szomszédba, itthon vagyok Vajdahunyadon, ahol a Magyar Ház bejáratához egy székely kaput avatunk, amely egy 3 széki székely kapu, ezelőtt 2 héttel állítottuk fel, gyönyörű, szép, és a Haszman Pál Csernátoni csapatának a munkáját idézi. További 2 óra múlva egy sokkal fontosabb esemény történik Marosvásárhelyen, a Betlen Gábor fejedelem egész alakos szobrának az avatása, tehát építkezünk a szorványban is, van erre erő és elhatározottság, és nyilván, hogy meg kell történnie annak, amire többen utaltatok, egyfajta, ha nem generációváltás a személyi struktúra szempontjából, de a fiatalok felé vezető útnak a megtalálása. Ez nem szorvány probléma, ez az LMDS-nek a problémája, ez az egész romániai magyar nemzetközösségnek a problémája. Meg kell találjuk az utat a fiatalok szíve és lelke felé, és esze felé, mert ez fogja jelenteni a jövőt. Kollégák, én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki mellénk állt, és egymás mellé álltunk tulajdonképpen ebben a kezdeményezésben. A tanulság mindenképpen az, hogy ezen túl, akkor is, amikor igazából fizikai találkozóra sor kerül, az internetes közvetítés, a virtuális része a találkozónak nem maradhat ki, mert akkor úgy nem 50-en vagy 100-an vagyunk egy teremben, hanem sok ezren tudnak legalább 1 percre belehallgatni, belenézni a mi gondjainkba. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok elsősorban, vigyázzatok egymásra, és vigyázzunk magunkra, ez nem egy szlogán, hanem ez egy szükséglet, és mindenkinek nagyon-nagyon sok sikert kívánok a december 6-i megmérettetésen, addig, amíg megszámolnak bennünket a népszámláláson, majd 2021-ben, addig megszámolnak bennünket 2020. december 6-án, és én mindenkinek azt kívánom, hogy ne találtassunk hiával, akkor, amikor Mikulás napján megszámláltatunk a parlamenti választáson. Kollégák, köszönöm szépen, a viszontlátásra, minden jót és sok sikert! Minden jót kívánok!